A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT beruházásában magyar költségvetési forrásból korszerű és biztonságos körforgalmat alakítanak ki a 3-as számú főút Bagi csomópontjában. A kivitelezés március 9-én az előkészítő munkálatokkal kezdődött, melyen Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője, valamint Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője tartott tájékoztatót. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk a Galgamente életében. Ez a csomópont, ahol állunk, a 3-as és a 3105-ös jelű út kereszteződése, az országos első és másodrendű úthálózat egyik legveszélyesebb, hanem a legveszélyesebb baleseti gócpontja. Nagyon régóta, évtizedek óta súlyos, rossz baleseti statisztikákat mutat ez a csomópont, ezért hosszú-hosszú idővel ezelőtt megtörtént a döntés, hogy ezt át kell építeni. 2002-ben már készen volt a csomópont átépítésének a terve, azonban utána évekig nem történt semmi. A 2010-es kormányváltás után, mint a térség országgyűlési képviselője, az egyik legfontosabb közlekedés terén, legfontosabb beruházásnak gondoltam azt, hogy valamiféle lobby tevékenységgel el kéne érni, hogy ez a csomópont, ez ismét felkerüljön az országos prioritás listára. A lobbit Tóth Gábor volt képviselő segítségével kifejtett lobby tevékenységnek követően sikerkoronázta. 2013-ban a kormány elhatározásra jutott, és megkezdődhetett a terveknek az aktualizálása, az új engedélyeknek a beszerzése. 2014 tavaly évelején megszületett a kormányhatározat, amely a szükséges hazai forrás biztosította. Ez, mint mára kiderült, 464 millió forint bruttó hazai forrás szükségletet generált. És a munka lényegében tavaly évelején kezdődhetett el. A kisajátítási eljárások húzódtak el igen hosszú ideig, így aztán csak tavaly szeptember végére sikerült a munkaterület átadás átvételt megejteni. Értelemszerűen a tél folyamán dolgozni nem lehetett, ilyen jellegű munkákat nem lehet végezni. Most viszont, hogy a tél elmúlt, elérkezett a nagy pillanat, a mai napon ez a beruházás elkezdődik, a Galgamente kapuja meg tud újulni, és a galgamenti polgármesterek jelenléte is mutatja, hogy ez a környék, a térség számára milyen fontos beruházás. Ön szerint, polgármester úr, mit tette indokolta, hogy ez a körforgalom mi hamarabb megépüljön? Hát én úgy gondolom, hogy a sok baleset, a jobb közlekedés, és ez már nagyon indokolt volt, mert nagyon sok hálás baleset volt. Én nagyon megörültem, hogy végre megépül ez a körforgalom. Én úgy tudom, ez hosszú évek óta téma volt, ugyanis ebbe az elágazásba már rengeteg ember halt meg. Idős bácsitól kezdve fiatal motorosokig. Tehát ez egy nagyon veszélyes hely, ugye négy irányból jönnek az autók, és Gödöllő felől ugye egy dombról jönnek lefelé. Nem látják itt a lenti forgalmat, hiába tettek ki mondjuk 60-as táblát, ezt nem tartják be, és ugye, hogyha innen Domony vagy Bak felől próbál valaki kijönni, itt már nagyon sok áldozatot követelt, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó lesz, hogyha ez megvalósul, azt hiszem sok ember életét fogja megmenteni. Tóth Gábor volt országgyűlési képviselő, 16 éves képviselői munkájának egyik záró sikerének tekinti a körforgalom megépítését. Az elmúlt 16 esztendő egyik legnotoriusabb közlekedési veszélyforrása és problémája, ez az Aszót-Bagi csomópont, amiben sok-sok ember halt meg az elmúlt években. Bízunk benne, hogy ezzel a beruházással nem kell több embernek meghalni a Galga mentén, csak azért, mert pénz nem volt erre az elmúlt évtizedekben. Közel 500 milliárdos az az összeg, és emiatt nem készülhetett el korábban, amibe a beruházás fog kerülni, és ezt bizony-bizony sem a szocialista kormányok, sőt polgári kormány is egy nehezen tudta csak előteremteni. Én büszke vagyok arra, hogy ennek a programnak részese lehettem, és az egyik olyan búcsú volt a parlamenti munkámtól 16 év után, amivel azt hiszem, hogy a környék közlekedés biztonsága tekintetében beírtuk nevünket közösen, úgy Vécsei Lászlóval, mint sokan másokkal, a térség polgármestereivel közösen, akikkel még tüntettünk is annó, hogy ez a veszélyforrás megszűnjön. A kivitelezés jövő héttől fa és cserjeírtással, az útpálya melletti szélesítési munkálatokkal folytatódik.
A közlekedők forgalomkorlátozása számíthatnak Gödöllő irányából Bak felé a jobb oldalon, illetve az Aszód irányából Bak és Gödöllő irányában a jobb oldalon. Amit nagyon fontos tudni, hogy március végétől a Domonyi ág le lesz zárva, egészen a beruházás végéig, akkor Aszód irányába lehet majd kerülnie az arra közlekedőknek. Egyébként az egész beruházás ideje alatt lehet számítani forgalomkorlátozásra. Ugye a projekt műszaki tartalmát tekintve azt kell tudni, hogy egy négyágú körforgalmat épít a vállalkozó 3 buszöböllel és 2 gyalogos átjáróval, valamint hogy a közvilágítást építenek ki, ami ugyancsak fontos a balesetek megőrzése miatt. Azt lehet mondani, hogy ennek a fejlesztésnek a végével azok a balesetek, amelyeket az utóbbi években lehetett tapasztalni, mely több halálos baleset és több súlyos személyisérüléssel járó baleset is mutatott, ennek a fejlesztésnek a következtében meg fognak szűnni, ezek elkerülhetővé válnak. A magam részéről azt tudom még elmondani, hogy a kormányban nagyon jó társat találtunk a lobbihoz, megértették ennek a beruházásnak a szükségességét, és ennek eredményeképpen, amit tavaly megígértünk, azt idén megépíthetjük. Az útépítés 3 forgalomtechnikai ütemben épül meg. Az ütemek egyenként körülbelül 1 hónapig tartanak majd. A kivitelezést az Árla Magyarország Kft. Végzi, nettó 365 millió forint értékben. A bagi körforgalom építését várhatóan a nyár végére fejezik be.